Jávor Benedek úrnak adom meg a szót, az LMP frakcióvezetőjének. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, az ön beszéde kapcsán József Attila Kései iratójának egy sora jutott eszembe. Világosodik lassacskán az elmém, a legenda oda. Úgy tűnik, hogy ön végre felismerte, hogy az a politika, amivel az utóbbi másfél évben próbálkozott a Fidesz kormány, ez zsákutca. Ez a politika Magyarországot olyan helyzetbe sodorta a nemzetközi szintéren, amilyenben a rendszerváltás óta Magyarország gyakorlatilag nem volt. Szövetségeseink kihátráltak mellőlünk, azok a szövetségeseink, akik segíthettek volna minket abban, hogy Magyarország érdekeit az Európai Unióban és más nemzetközi fórumokon érvényesíteni tudjuk. Hogy lehátrálnak erről a konfliktusos politikáról, hogy az ön szavaival éljek, ön túl van már a nagy indián könyvön, akár örülhetnénk is. Örülhetnénk, ha nem csak tavaly karácsony körül csukta volna be az említett ópuszt, és hogyha ezt a könyvet nem azért csukta volna be, mert Brüsszelben kivették a kezéből. De lássuk, hogy ennek a másfél-két éves politikának mi az eredménye, annak a felesleges és értelmetlen árnyékboxolásnak, amelyet ön az Unióban és más nemzetközi fórumokon folytatott. A magyar kormány Magyarországot konfliktus mezőkbe sodorta valamennyi olyan területen, ahol nem harcra, nem konfliktusokra, ahogy ön is mondta, ügyes kompromisszumokra, kemény tárgyalási pozícióra lett volna szükség. Ön ezzel a konfliktusos politizálással éppen annak az érdekérvényesítésnek a lehetőségét szüntette meg, amelyre Magyarországnak szüksége lett volna. Azok a kötelezettségszegési eljárások, amelyek Magyarország ellen indultak, ezekben a magyar kormány gyakorlatilag kitűzte a fehér zászlót, mindenben elfogadja az unió kívánságait. Gyakorlatilag beismerve, hogy mindaz, amit az ellenzék a magyar parlamentben az elmúlt másfél évben ezen törvények kapcsán elmondott, az megfelel a valóságnak, és azok az aggályok, amelyeket az ellenzék ezekkel a törvényekkel kapcsolatban elmondott, ezek egyeznek az unió álláspontjával. Az a érdekérvényesít lehetőség, amelyet ön elvesztett, az többek között lehetetlenítette azt is, hogy Magyarország az ön által említett Európaktum keretén belül érvényesíteni tudja azokat a szempontokat, amelyek nem csak Magyarországnak, hanem a 2004-ben és azóta újonnan csatlakozott félperifériális helyzetű, újonnan csatlakozott államoknak az érdekeit szolgálná. Ez az Európaktum, amelyre először ön nemet mondott, aztán talánt mondott, aztán azt mondta, hogy elhozza a parlament elé, majd rábólintott, és csak ma délután fogunk a parlamentben tárgyalni, azután, hogy a nyilvánosság elő gyakorlatilag kinyilvánította Magyarország csatlakozási szándékát. Ez az Európaktum sok ponton nem szolgálja Magyarország érdekét. Olyan elemek vannak benne, amelyek Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országok gazdasági helyzetében szükségtelen korlátozást, egyfajta kényszerzubbonyt jelentenek. Maga az, hogy a paktumhoz csatlakozó nem eurozóna országokra a paktum csak a eurozónához való csatlakozás után lesz érvényes, ez sem a magyar kormány tevékenységének az eredménye. Azon Lengyelország vívta ki ezt az eredményt, amelyik nem azzal töltötte az idejét, hogy felesleges és fölösleges konfliktusokba keveredett az Európai Unióval, hanem arra, hogy az uniós tagságát okosan és ügyesen, taktikusan, ahogy ön mondta, felhasználva érvényesítse Lengyelország és más országok, köztük szerencsére Magyarország érdekeit is. De ebben az Európaktumban szerepel például egy 0,5%-os strukturális hiánycél, amely a felzárkózó gazdaságokat gyakorlatilag olyan gúzsba fogja kötni, ami nagyon nehézé teszi, hogy ezen országok érdemben az Európai Unió gazdasági vezető hatalmaihoz fel tudjanak zárkózni. Ezeken a pontokon Magyarországnak érdekérvényesítése lett volna szüksége. Ezt az érdekérvényesítést nem teheti meg, mert elvesztette szövetségeseit, mert azzal van elfoglalva, hogy azokat a konfliktusokat próbálja kivédeni, amelyekre semmi szüksége nem volt sem Magyarországnak, sem az Európai Uniónak, de megkockáztatom, hogy az önkormányának sem. Az uniós paktum abban a formában, ahogy ma a országgyűlés asztalára fog kerülni, szerint nem szolgálja Magyarország érdekét, ezen jelentős változásokat kell eszközölni, mielőtt érdemben Magyarország kiállhat a paktum mellett.
ennek a változtatásnak a kivívását, ennek az érdeknek az érvényesítését veszítette el ön, miniszterelnök úr, azzal a konfliktusos politikával, aminek semmi értelme nem volt. Köszönöm szépen. Most Balczó Zoltán úrnak, a Jobbik frakció helyettesének adom meg a szót, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt miniszterelnök úr, amikor ön saját körében egy beszédet tartott, évértékelő beszédet, akkor megtudtuk, hogy előtte megkérdezte feleségét, hogy miről szóljon, és azt mondta, mondja el mindent. Ott talán többet mondott, de itt nagyon szűk témára szorítkozott, bármennyire fontos ez. Úgyhogy úgy illik, hogy én is elsősorban arra próbáljak reagálni, amiről ön beszélt. Ennek a bizonyos költségvetési paktumnak az alakulását fontosnak tartom, hogy időrendben ezt végignézzük. December 8-áról 9-ére virradó éjszaka azon a bizonyos csúcson az a információ jött, amit aztán nagyon igyekeztek cáfolni, hogy ön akkor közel állt a brit állásponthoz, majd utólag csak azt hallottuk, hogy természetesen arról volt szó, hogy ott nem kívánt ebben rögtön véleményt nyilvánítani. December 12-én ön itt a parlamentben napirend előtt szólt. Elmondta, hogy ez egy vízválasztó lesz, ez a bizonyos költségvetési paktum, érint a nemzeti szuverenitás kérdését. A közös pénz után létrehozzák a költségvetési uniót, ha jól látom, azután a szinte teljes gazdasági uniót, és egyre nyíltabban beszélnek a teljes politikai unióról. Nos, az, hogy bizonyos szankciók és bizonyos kötelezettségek még ebből a paktumból ránk nem vonatkoznak, az nem azt jelenti, hogy ön nem egy olyan szerződés írt alá, amely ezen az úton viszi tovább az Európai Uniót. Egyébként a határozati javaslatban az szerepel, hogy gyakorlatilag ránk nem vonatkozik ez a szerződés. Hát természetesen vonatkozik, bizonyos részei igen, bizonyos részei nem. Ha egy aláíró félre egy szerződés nem vonatkozna, akkor természetesen az Egyesült Királyság és Csehország is vidáman aláírta volna. Ön azt mondta december 12-én, hogy ilyen kérdésben parlamenti vita, parlamenti döntés szükséges ahhoz, hogy nemzetközi szintéren nemzeti álláspontot lehessen képviselni. Nem azt, hogy a végső döntéshez rá kell rakni a parlament pecsétjét, egyáltalán álláspontot lehessen képviselni. Ezért szorgalmaztuk, hogy legyen egy országgyűlés januárban, hogy ezt érdemben vitassuk meg, mielőtt ön ennél álláspontot képvisel. Nyilván annak a nagybizottságnak az ülése, amely konzultatív testület, nem helyettesíti a parlamenti vitát és döntést. Ön tehát január 30-án úgy kötelezte el Magyarországot a csatlakozás mellett, hogy ez a parlamenti vita és döntés nem előzte meg. A legnagyobb nemzeti érdeknek azt halljuk, hogy az adóharmonizáció, társasági adóalap harmonizációhoz nem kellett csatlakoznunk, megőrizzük a versenyképességünket. Azt a versenyképességet, ami a Jobbik megítélése szerint nagyon sok esetben azt a tőkevonzást jelenti Magyarországra, amelyből igazi hasznunk és eredményünk nincsen, mert a versenyképesség alapja, hogy az Európai Unió átlagának megfelelő vagy ott szabályzott adókat, terheket nem várjuk el. És adott esetben lehet azt mondani, hogy ha munkahelyet teremt, az nagyszerű, arányaiban elég keveset, és bármennyire segítjük őket, egyik napról a másikra a piedesztára emelt Nokia azt mondja, holnap 2300 munkahelyet megszüntetek, tehát ezt nem tekintjük annak az alapvető kérdésnek, amely megváltoztatta volna azokat az aggályokat, amit miniszterelnök úr december 12-én elmondott. Egyébként nagyon furcsa ez az eljárás. Ilyen súlyú kérdésben egy háttéranyagot kapunk, azért nem magát a szerződés, mert annak magyar nyelvi hivatalos változatán még vitáznak. Tehát önök mit fognak most elfogadni? Lehet, hogy egy-két kifejezés változik, súlyosbodik, és önök igent fognak erre mondani. Ez egy olyan súlyos kérdés, amiben a Jobbik nem véletlenül amellett állt ki, hogy igen, ebben népszavazással kellene dönteni. Egyébként ön azt mondta december 12-én, meg kell gondolni, fontolni a brit álláspontot. Úgy tűnik, a csehek megfontolták, és nem csatlakoztak ehhez az unióhoz. Amikor arról beszéltem, hogy itt valóban viszonylag szűk témákról szólt miniszterelnök úr,
Azt is vártuk volna egy ilyen évadnyitó beszéden, hogy valamit szól arról, hogy hogyan kívánja a felső középosztály megerősítésén túl azt is elérni gazdaságpolitikájával, oktatáspolitikájával, hogy az alsó középosztály is valahogy megmaradjon státuszában, hogyan próbál nem csupán közmunkaprogramokkal segíteni a szegényebb rétegeken, és még néhány ilyen lényeges kérdésbe vártuk volna a kormányfői vállalást. Köszönöm szépen! Most Mesterházi Attila, MSZP és frakcióvezető úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, és külön köszöntöm Schmidt Pál köztársasági elnök urat, aki a mai rendezvényre el tudott látogatni. Tisztelt hölgyeim és uraim! Azt gondolom, hogy ha ennek a miniszterelnöki beszédnek nem lettek volna előzményei, akkor én a magam részéről azt tudtam volna mondani, hogy ez így rendben is volt. Hiszen végre először a miniszterelnök egyértelműen hitet tett az Európai Uniós kötelezettségeink mellett, az integráció mélyítése mellett, az Európai Unió bővítése mellett, és arról is beszélt, hogy érdekeinket határozottan, de természetesen kompromisszumkésen, okosan kell, hogy ön fogalmazott, képviselnünk. Tehát óhatatlan az ember emlékszik az elmúlt másfél-két évre, és ön büszkén említette, hogy ön kitartott a saját álláspontja mellett. Ebben az előttem szóló képviselőtársaim szerintem helyesen körbejárták ezt a témát. Na, emellett az álláspont mellett nem volt nehéz kitartani, hiszen volt ebben nem, talán és igen, így lehet válogatni, hogy melyik mellett tartott ki határozottan a miniszterelnök. Mi, amikor először szóba került ez ebben a tisztelt házban ez a kérdés, akkor mi pontosan amiatt érveltünk ennek a szerződésnek a támogatása mellett, mert ez egybeesik Magyarország nemzeti érdekeivel, és azt gondoljuk, hogy mindig jobb és helyesebb a tárgyalóasztalnak annak az oldalán ülni, ahol a döntések születnek, ahol bele tudunk szólni, mint ott, ahol pusztán csak el kell fogadni ezeket a döntéseket. Így a magunk részéről én személyesen is végigolvastam kollégákkal ezt a határozott tervezetet, ez a mi magunk részéről egy elfogadható határozott tervezet. Én azt látom, hogy ez egy helyes irány, hogyha a miniszterelnök ezen az úton megy tovább, és nem használja tovább azt a kettős beszédet, ami jellemző volt az elmúlt időszakban. Nem mindig volt ennyire kompromisszumkész a miniszterelnök, nem mindig kereste okosan a párbeszédet, hanem sokszor háborút indított környező országok különböző kormányai ellen, az Európai Unió különböző orgánumai és intézményeivel szemben, miközben azt látjuk, hogy amikor a miniszterelnök egyébként kompromisszumkész, amikor tárgyalni, valóban tárgyalni megy Brüsszelbe, és nem pedig kioktatni, akkor bizony ennek van rögtön kézzelfogható eredménye, hiszen például a legutóbbi miniszterelnöki látogatás kapcsán erősödött a forint árfolyama, csökkent a CDS, országkockázati felárunk, és ez mind-mind jó és hasznos a magyar emberek részére, és jó természetesen az ország gazdasági és költségvetése számára is. Azt azért vitatnánk, és látom, hogy miniszterelnök úr többször tesz erre kísérletet, hogy siker sikerre halmoz külföldön is, meg idehaza is. Én azt látom, hogy nem kéne annyit harcolni, hogyha a miniszterelnöknek lenne Európában tekintélye, hogyha a miniszterelnök hiteles lenne Európában, és hogyha különböző nemzetközi hírű európai lapok nem csodabogárként emlegetnék a miniszterelnököt a különböző kommentárjaikba. És ez nem öröm, félértés ne essék. Én annak örülnék, hogyha a magyar miniszterelnöknek lenne respektje, hitelessége az Európai Unión belül, és azon kívül is, hiszen így sokkal könnyebb lenne egyébként a magyar nemzeti érdekeket képviselni, sokkal könnyebb lenne különböző harcok és viták nélkül sikert elérni, mert így nagyon sok szövetségesünk és barátunk lenne ehhez a nemzeti érdek képviseletéhez. Én egy pontra hívnám föl a figyelmet ebből a mostani határozat tervezetből, amivel a kormánynak és nekünk, az országgyűlésnek egészen biztosan kell, hogy legyen dolga. Ez a 9. bekezdés, hogyha jól számoltam, amely arról szól, hogy egyik oldalról persze nagyon fontos a fiskális egyensúly, a költségvetési stabilitás. De másik oldalról nagyon oda kell figyelni, és örülünk ennek, hogy ez bekerült ebbe a mostani határozat tervezetbe is. Nevezetesen, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mitől lesz Magyarországon fenntartható növekedés, mitől lesz Magyarországon bővülő munkahely, foglalkoztatásbővítés,
és hogyan tudunk a fiskális egyensúly mellett odafigyelni a szociális kohézióra is. Mert e három nélkül Magyarország egészen biztosan el fog bukni azon az úton, amin haladunk, és nem tudunk a válságból megfelelő módon kijönni. Éppen ezért mi a magunk részéről, miközben támogatjuk ezt a határozott tervezetet, azt kérnénk a miniszterelnöktől, a kormánytól és a kormányzó többségtől, hogy ezekről a kérdésekről részletesebben is váltsunk szót, hiszen nem osztjuk azt az évértékelést, amit a miniszterelnök mondott nem is olyan rég. Szerintünk Magyarországon szociális válság van, több millió ember nehéz helyzetben él, éheznek a magyar emberek, nincs munkahely. Éppen ezért az lenne a legfontosabb dolgunk, hogy ezekkel a kérdésekkel mielőbb foglalkozzunk, és a gazdaságpolitikát, a költségvetés politikát végre egyszer a társadalom politikával is összhangba hozzuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Most Harag Péter úrnak, a KDNP frakcióvezetőjének adom meg a szót, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Aki figyelte hónapokkal ezelőtt a miniszterelnök úr parlament, illetve a nagybizottság előtt elmondott beszédét, gondolatait, az emlékszik rá, hogy az a két szempont már akkor megjelent, tehát egy folyamatosan, következetesen képviselt magyar érdekről van szó. Most, amikor a fiskális unióhoz való csatlakozásról döntünk, akkor látnunk kell, hogy egyértelműen európai és ugyanakkor magyar érdeket képviselünk. A keresztény demokraták mindig ezt a két szempontot együtt tartották fontosnak. Egy mondattal visszatérve a belpolitikára. Magyarország megújítása második szakaszához érkezett. Az első szakasz a régi rend lebontását és az új megalapozását jelentette, a második pedig az alapra való építkezést, a konszolidáció időszakát. Természetes jelenség, hogy a régi rend képviselői tiltakoznak. Három ilyen tiltakozási hullámot lehetett megfigyelni, elsősorban a hazai ellenzék részéről, majd a gazdasági, pénzügyi érdekek sérülése miatt bizonyos nemzetközi körök részéről, és végül az ideológiai sérülések miatt az ultraliberálisok részéről. Ha egy pillanatra megállunk ennél a szempontnál, akkor azt kell látnunk, hogy bizony Európa szerte repedeznek az ultraliberalizmusnak a bástyái, és azok a harcosok, akik védik ezeket a bástyákat, elkeseredett küzdelmet vívnak, nincsenek tekintettel az eszközökre, nem válogatnak bennük, és ezt tapasztaltuk mi az elmúlt időszaknak a nemzetközi bírálataiban is. Mit kell látnunk ezekről az eszközökről, illetve az általuk védett sajátos szempontokról. Sajnos a képviselőik tájékozatlanok voltak ezekben a vitákban, sajnos a gyűlölet kultúrája jelent meg a szavaikban, és az is tény, hogy az általuk kreált tabukat, normákat és dogmákat védték. Az a küzdelem, amit a miniszterelnök is az ország érdekében végzett, az bizony a magyar lakosság előtt, a választópolgárok előtt is nyilvánvalóvá vált. És ha rá szabad mutatni ezekre a konkrét dogmákra, be kellene látni azt képviselőiknek, hogy bizony csak szavakban, de nem a gyakorlatban váltak ezek be. Hadd mondjak egy példát. Akkor, amikor Magyarországon a családok megerősítéséért dolgozunk, és ennek egyik eredménye a demográfiai helyzet javulása lenne, akkor azt kell látnunk, hogy az ultraliberalizmus által megfertőzött európai gondolat bizony az individualizmusra épít. Általában a közösségek ellen a hagyományos értékek rombolására törekszik. És ez a konkrét eredményt is meghozza, hiszen ahogy látjuk, az európai kultúra és benne azok az értékek, amik Európát felemelték, hanyatlóban van. Beengedték azokat az
szemléletet, azokat az értékeket, amik ezek ellen vannak. Tehát világos, hogy az ideológiai, a pénzügyi, gazdasági és itthon a politikai ellentétek azok, amik a támadásokat sugallták. Én azt kívánom Magyarországnak és a magyar kormánynak, hogy következetesen és ugyanakkor okosan védje meg az általunk képviselt értékeket, és ezzel Magyarország megújításának ezt a második szakaszát is jól és eredményesen fejezze be. Köszönöm szépen. Végül válaszadásra a Fidesz képviselőcsoportja részéről Rogán Antal képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja nevében mindenekelőtt szeretném a köszönetemet kifejezni a miniszterelnök úrnak és a magyar kormánynak, amiért Magyarország érdekeit az Európai Unió különféle fórumain az elmúlt egy hónapban sikerrel és határozottan képviselte. Azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy ez éles ellentétben áll olyan pártok képviselőinek a magatartásával, akik ugyanezeken a fórumokon nagyon sokszor a magyar érdekek helyett, a Magyarországot ért rágalmak elhárítása és kivédése helyett gyakorlatilag párt érdekeket jelenítettek meg. Önmagában nincsen ebben semmi meglepő, hiszen azt is megtudhattuk, hogy vannak olyan képviselők, megtudhattuk itt a mai napon, akiknek a magyar parlament évadnyitó ülése is csak egy rendezvény. Tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt egy hónap nagyon sokféle vitája köszönhető volt természetesen annak, hogy Magyarország kormánya és a magyar parlament is az elmúlt másfél esztendőben nagyon sokszor az általunk örökölt rendkívül nehéz gazdasági helyzet kezelésére olyan intézkedéseket hozott, amelyek sértettek komoly gazdasági érdekeket. Azt gondolom, hogy szükség volt azoknak a lépéseknek a megtételére, amelyek elérték azt, hogy a közterviselést a magyar adófizetők mellett a nagy gazdasági érdekcsoportokra is kiterjesztettük. Világossá tettük, hogy ezen intézkedéseink ideiglenesek. Azt a célt szolgálják, hogy Magyarország fel tudjon készülni az örökölt gazdasági helyzet rendezésére, fel tudjon készülni arra, hogy sikerrel valósítson meg egy olyan gazdaságpolitikát, amely Magyarország versenyképességéhez, a magyar vállalatok versenyképességéhez vezet. Szükség volt erre ahhoz, hogy Magyarország át tudjon térni egy olyan útra, amely ellenkezett az előző 8 esztendővel. Át tudjunk térni egy olyan útra, ahol azokat az értékeket tudja a gazdaságpolitika is megjeleníteni, amit nemes egyszerűséggel úgy lehet megfogalmazni. Magyarországon megéri-e dolgozni, megéri-e családot alapítani, és ne érje meg csalni. Tisztelt képviselőtársaim, nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy a 2010-et megelőző 8 esztendő pontosan ennek az ellenkezőjén alapult. Olyan adórendszerünk volt, amelyben nem érte meg dolgozni, olyan adórendszerünk volt, amelyben egyre kevésbé érte meg családot alapítani, és olyan adórendszerünk volt, amely szinte ösztönzött arra, hogy egyébként csaljanak, jövedelmet titkoljanak el, és ennek köszönhetően, akik ebben élen jártak, akik ehhez tanácsot adtak, azokból egyébként még pénzügyminiszter is lett, ugyanennek a korszaknak a legutolsó időszakában. Tisztelt képviselőtársaim, ezzel az időszakkal szakítottunk az elmúlt másfél esztendőben. Ezzel az időszakkal való szakítás természetesen nagyon komoly gazdasági és politikai konfliktusokhoz vezetett. Tisztában voltunk vele, felkészültünk ezek kezelésére, és azt gondolom, hogy a magyar kormány az elmúlt egy hónapban sikerrel vette az ezzel kapcsolatos akadályokat. Tisztelt miniszterelnök úr, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja nevében pontosan azt szeretnénk kérni öntől, hogy a következő időszakban is legalább ilyen határozottan álljanak ki a magyar nemzeti érdekek képviselete mellett. Szükség van erre, mert azt kell látnunk, hogy ez sajnos a mai magyar parlamenti vita itt a parlament ülésén is megmutatta, hogy ehhez képest mindössze két alternatíva létezik. Létezik az egyik, amelyik arról szól, hogy vannak behódolók, és létezik a másik, amelyik arról szól, hogy vannak árnyékboxolók. Egyik út sem követhető, tisztelt képviselőtársaim. Nem érdemes harcolni olyan küzdelmekkel,
amelyek azt gondolom Magyarország érdekeivel ellentétesek. Nem érdemes az Európai Unióból való kilépés, az Európai Unióval való szembeeljeszkedés politikájára helyezkedni, csak és kizárólag, mert egyszer már döntöttünk az Európai Unió mellett, és szeretnénk kitartani az európai értékek mellett. De nem érdemes az európai értékek elvtelen képviselete mellett feladni Magyarország sajátos, önálló és egyedi értékeit az európai államok közösségén belül. Ehhez képest a középút az egyetlen járható kormányzóképes alternatíva. Az az alternatíva, amely a magyar érdekek képviseletét a megfelelő pillanatban mindig az észszerű kompromisszumok elvével köti össze. Ezt az utat járta a magyar kormány, ezt az utat támogatta a Fidesz képviselőcsoportja, és ezt az utat áll szándékunkban támogatni a következő két és fél esztendőben is.